Nagykörül című közéleti magazin műsorunkat látják, tisztelettel köszöntöm Önöket. Műsorunk első vendége Petro László úr, Önt is tisztelettel köszönöm. Petro úr a Terézvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Ebből is gondolom ki is derült, hogy durván az önkormányzat munkájáról fogunk majd beszélgetni, programokról, kulturális tevékenységről. Durván, nagyon durván, hogyan képzeljen el egy televíziónéző egy nemzetiségi önkormányzat tevékenységi körét, szervezettségét? Hát ez egy kicsit bonyolult dolog. Talán jobb lesz, ha mindez elején kezdem, mert abból kiderül, hogy mit is lehet csinálni egy nemzetiségi önkormányzatnál. Mi 98-ban alakultunk, és akkor azon töprengtünk, hogy is kéne ehhez a munkához hozzáfogni. Kezdem azon, hogy se helyünk, se helyiségünk, semmink az égvilágon nem volt. Csak elképzelés, hogy szeretnénk valamit tenni. Csak elképzelés, igen, hogy csináljuk. Most két irányt határoztunk meg, hát az egyik természetes, hogy meg kell szólítani a kerületben élő szlovákokat. Ez nyilvánvalóan valamilyen programokon keresztül történhet, mert másképp nehéz szervezni az embereket. A másik gondolat, ami aztán vezérfonala is, másik vezérfonala lett a munkánknak, ez pedig a múltnak a kutatása. Tartottuk magunkat ahhoz az elvhez, és már is tartjuk magunkat, ugye az emberiség, a nemzet vagy a nemzetiség életét két nyillal lehet, ez egy bölcs mondás, két nyillal lehet ábrázolni, az egyik hátrafelé mutat, a másik előre. Na most minél erősebb és határozottabb az, amik hátrafelé mutat, annak nagyobb esély van, annak az előremutató nyílnak. Na hát ebből az alapgondolatból próbáltunk kiindulni. Annak idején is nyilvánvalóan azt kezdtük el, hogy valahogy megszólítani az embereket. Programokat szerveztünk gyerekek számára, mert azokat könnyebb mozgósítani. Szlovák iskola van itt Budapesten, és az itteni óvodákat, alsó tagozatosokat próbáltuk ilyen gyerek műsorokra, nagyon szépen alakultak. Most ennek az időszaknak a nehézségeit az adta elsősorban, ugye, hogy nem volt semmi, se helyiség, még az sem, hogy irodánk, tehát ezt mind valahol külső helyszínen kellett lebonyolítani, tehát ez drága mulatság is volt, mert a postásban, Menczúr utcában, a Fákja klubban. Ez azt jelenti, hogy termet kellett bérelni. Termet kellett bérelni, és hát ugye nyilván a szereplőket is hozzá szervezni, ezt fizetni. Tehát ezért most azt mondanám, hogy ezen a vonalon két időszakot lehet megkülönböztetni. Az 5-10 előtti időszak és az 5-10 utáni időszak. Mert hogy ott most már akkor ezek szerint igen, van egy helyiségük. Igen, bár nem egészen úgy gondoltuk, ahogy most működünk. Úgy gondoltuk valóban, hogy lesz ott helyiségünk, lesz valahol, ahol le tudunk ülni, legalább ilyen kis társalgó szerűség, nem egészen így működik a dolog, de beengednek a műsorainkkal, helyet biztosítanak, tehát ez nagyon sokat jelent. És ezért bővíteni tudtuk a palettánkat ezen a területen, tehát az 5-10-ben több kiállítást is szerveztünk már, bemutattuk az alföldi szlovák festőket, hármat, Hajko Zsuzsát, Koncos Zsuzsát, Zsolnai Miska Fafaragot, tehát nagyon szép kiállítás. Ugyanakkor a fotósainkat is, fotóművészeinket tudtuk bemutatni, ezek is jól sikerült kiállítások voltak. És tehát egyértelműen a kultúra van első helyen. Természetesen, hát a kultúrát ezzel... És hagyományok is? A hagyományok, tehát ez az egyik terület, amit mi így szervezhetünk, a másik pedig, amit a kerület kínálja a Terézvárosi búcsút. A Terézvárosi búcsú az nagyon alkalmas arra, hogy minden nemzetiség bemutasson valakit a saját területén, táncosokat, énekeseket, énekkarokat. Ezek félórás műsorok, de jelentőségük sokkal nagyobb, mint az a kis idő intervallum, hogy 20 vagy 30 perc. Az idején például a Gyebnyicska, az elején említettem, hogy gyerekműsorokat szerveztünk, ez egy jó sikerült műsorunk volt. Most ugyanazt már nyilvánvalóan más elképzelésben, más köntösben fog bemutatni a Terézvárosi búcsúban. A Gyebnyicska címen fut ez nálunk, az Ládika, ahol Veres Sándor
és Papucsek Gergely megzenesített verseit fogja előadni Noszlopi Kati, aki egy valamikori diákom és nagyon ügyes, és ezzel foglalkozik. A Kóbor Zengő zenekarral lépnek fel, a gyerekek biztos nagyon fognak örülni neki. Aztán volt olyan, szóval ezek nagyon fontosak az 5-ös 10-ben, például a Híd című programunk is nagyon szépen sikerült. Ez egy szimbolikus híd, meg tehát ilyen virtuális híd, meg... Mi van az egyik oldalán, mi van a másik oldalán? És igen, igen, és fizikailag is, tehát tárgyszerű híd. Ez a Ipoly hídak építése. Ez magyar-szlovák együttműködés keretében zajlott, és akkor nagyon időszerű volt egy ilyen műsort bevinni az 5-ös 10-be, ahol egy tótkomlósi szlovák hídépítő mérnök szlovákul, magyarul filmek vetítéssel kísérve, képekkel illusztrálva tudta ismertetni. És ez valóban nagyon nagy volt az érdeklődés is, és magát a kiállítást is többen megnézték. No, tehát egyértelműen számomra eddig az derült ki, hogy a kultúra itt a legfőbb szereplő, de majd gasztronómiáról is beszélgessünk egy kicsit, mert jó, nem tudom, hogy kulturális programokhoz próbálnak-e csatolni ilyenfajta bemutatókat. Ez természetes, hisz minden ilyen programhoz, ami egy nagyobb jelentőségű programunk, valami szlovák ételt is szoktunk csatolni, ez ilyen kapusznica, tehát ilyen káposzta féle étel, nem vagyok gasztronómus, nem ismerem ki magam annyira, de a leginkább a strapacska. Uh-huh. Most ez... Mindenkinek ez jut eszébe először, strapacska, lepcsánka vagy tócsni, mert több, sőt, cicegének is hívják több helyen, tehát ezek a nagyon tipikusak, igen, de gondolom, igen, hogy sokkal több van. Hát sokkal több van, ismerünk. De mondjuk, mi nem tudom kilépni ilyen nagyobb térre ezzel. Marad a strapacska, van egy jól bejáratott vendéglősünk, aki ezt, és nem csak nekünk, hanem a kerület többi rendezvényeihez készséggel szolgáltat ilyen kóstolót. Most nálunk ez van a nemzetiségi nap, ami ebben az évben valahogy egy picit furcsán alakul, még nem, most sem tudjuk, hogy mi lesz belőle, de eddig ez kisebbségi piknik néven futott. Na most ez volt az, ahol minden nemzetiség hozta a maga speciális ételeit, italait, és egymás közt elszórakoztunk. De egyszer fel is szólaltam, hogy ez ennek a napnak nem ez a küldetése, nem ezért találta ki a nemzetiségi napot. Mindjárt, hogy a bányásznapot sem annak ide azért találták, hogy a bányászok ünnepeljék a miniszterüket. Tehát nyilvánvalóan, hogy az állami szervek foglalkozzanak a kerületben élő kisebbségekkel. Tehát ez most egy picit olyan képlékeny állapotban van. Mert az ötlet az kiváló, hiszen sok esetben előre tud vinni egy jó beszélgetés, és mondjuk akár egy strapacska mellett. Igen, igen. Na most, most bevezettük azt, hogy mindig valaki más a házigazda. Tavaly előtt mi voltunk a házigazdák, Mojmirov céből hoztunk egy nyugdíjas énekcsoportot, ez egy kapcsolatunkba tartozó település, és hát ők sok mindent hoztak. Olyat, amit mi szlovák sajátosságként nem tudtunk az asztalra tenni, hát ők hoztak sok mindent is. Hány ilyen szlovák kapcsolat van, elnök úr? Városokkal, településekkel? Hát a pomáziakkal van egy hivatalos kapcsolatunk, a pomázi szlovákokkal. Időlegesen és alkalmi kapcsolataink sok felé vannak. Hát például most lett volna, miért érdeklődtek is iránta, hogy a tótkomlósi szőtes kiállítás és bemutató. Hát sajnos elmaradt, mert ugye ez a pénzügyi moratórium, ami azért minket is erősen megtréfált. Az első fél évben üresen állunk, nincs se pénz, se program, és jön a második fél év, akkor meg zúdul egymás utána. Most kapcsolataink
Szlovákiával, de majd ezt a második részben, mert Szlovákiával kapcsolatban. Akkor térjünk is rá, hogy mindenre maradjon időnk. Akkor visszatérünk a kultúrához, mert hogy könyvkiadással is foglalkoznak. Igen. Na most ez ahhoz a nyílhoz tartozik, ami hátrafelé mutat, úgyis nagyon intenzíven elkezdtük kutatni a szlovákok jelenlétét, valamikori jelenlétét Pesten, és csak hamar felismertük, hogy pont ez a 19. század, 19. második fele, Terézvárosban ez nagyon erősen szlovák megjelöléssel épült, hisz tudjuk ugye, hogy még a 1838-ban épült a templom. Vagyis tehát akkor kezdődött alakulni a Terézvárosnak ez a része, egyedül a király utca volt kiépítve, a járutca, de egyébként ez félsivatagos terület volt, és hát hatalmas volt Terézváros egészen a Váci úttól, a Kerepesi útig és a mai Bajcsitól egészen a Lákospatakig, tehát egy hatalmas terület, széteső terület volt. És a 19. második felében kezdődött ez a dinamikus fejlődés. Landrássy út első épülete 1872-ben épült. Most mi hozzáláttunk ehhez, hogy is néz ez ki a szlovákok részéről. Csak hamar felfedeztünk egy embert. Aki itt épített. A templomban nem az építést fedeztük fel, hanem felfedeztük Ján Palárikot. Közben próbálom. Ján Palárikot, majd erre később visszatérhet, egy plébános, nem plébános, hanem káplánként dolgozott, büntetésből helyezték ide, mint egy eléggé nehéz egyházkerülethez Ján Palárikot, és 11 évet szolgált itt. Ezzel foglalkoztunk elsőnek, 2000-ben emléktáblát kapott a templomban. Ennek kapcsán alakult aztán egy sok szlovákiai kapcsolatunk is. A másik a Ján Nepomuk Bobula. Ján Nepomuk Bobula, akinek 2003-ban állítottunk emléktáblát a Andrássy út 62 szám, az ő saját palotáján, ami a könyvborítóján is szerepel. Ugyanakkor a Trefort gimnáziumban is ugyanazon a napon helyeztünk el emléktáblát, tehát helyezett el a 8. kerület. Nos, ennek kapcsán indult el tulajdonképpen ez a folyamat, amit mi aztán könyvformában is tudunk prezentálni, bemutatni, ahogy megtudtuk és ismertük, hogy Bobula itt élt több mint 40 évig a kerületben, itt volt építész, és itt is halt meg. Kerepesi temetőben felfedeztük a sírját, síremléket állítottunk számára. Ezeket azért mondom, mert ez egy folyamat, és egy nagyszerű tisztelgés, hiszen ő egy zseniális építész. Igen, ahogy összegyűlt az anyag, az ismeretanyagunk összegyűlt, elhatároztuk, hogy könyvformában is kiadjuk, és nagy sikerrel ment ez a könyv. Tovább folytatva... Melyik volt a leghíresebb épület, amit Bobula építész úr épített? Végül is úgy, hogy leghíresebb, hát a gimnáziumokat nagyon értékes épületeknek tartom. A Madács gimnáziumot is építette, a Trefortot ő építette. De az Andrássyn is épített palotát. Az Andrássyn, ez az ő palotája, aztán az Zichy palota 68, és a körúttól Bajcsy-Zrinszky felé ott is van 3 vagy 4 épülete. És a révai nyári lak, a révai grófnak az a 125, András út 125, de a klinikákon egy részét a klinikáknak építette. A végén záró tevékenysége volt a parlamentnek, ugye Stendrime már elég korán lerokkant, és csak tolókocsival jelentett meg a gépigezést, és akkor tulajdonképp ő vette át, annak ellenére, hogy ők nagyon összekaptak az elején, hiszen... Hát ez elő szokott fordulni. Igen, és a végén ő neki kellett befejezni, de ő se tudta kivárni a végét, mert
egy évvel korábban halt meg. A parlamentet 1904-ben adták át, és ő meg 1903-ban halt meg. Tehát, látok itt egy díszoklevelet is, csak hogy mindenre maradjon időn. Igen, igen, na most ezt a folyamatot folytatom, tehát eljutottunk odáig a Bobulával, hogy elértük azt, hogy Terézváros díszpolgárává kitüntetést, tehát címet kapta, és hát szerepel a Terézvárosi Önkormányzat márvány tábláján. Együtt azzal az emberrel, aki indítványozta az András út építését, ezt többször említettem is, hogy most végül is együtt van a gróf Andrássy Gyulával ezen a táblán. Nos, átérek a másikra. Ismét egy könyv. Elég termékenyek. No, akkor visszatérünk a Palárikra. A Palárikkal kiderült, hogy nagyon sok a kapcsolódás több településsel, tehát 11-12 településen is dolgozott, és ezek megalapították a Palárik település szervezetet. Na, ebben mi is betagozódtunk, mi is tagjai lettünk, és minden évben van valami esemény, nagy a kultusz a Paláriknak Szlovákiában, de a fő találkozók a születési helyén, ez a Rakovná, ahol született, ez a könyv tulajdonképpen, ez a szobor is mutatható, amit ott avattunk. Előző alkalommal pedig Európai Ján Palárik, az Európai Ján Palárik, ebben szerepel a mi budapesti, amit az előbb mutattunk, a Ján Palárik Pesten című, és most is készülnek kiadni egy újabb könyvet. Most ezzel kapcsolatban minden évben tehát valami találkozó van, mert minden település akar valamit mutatni és ünnepelni, és hát mert Majcikóval ez itt van eltemetve, tehát itt halt meg, ez volt az utolsó munka helye Paláriknak, és hát Majcikóvaiak minket megtiszteltek, hogy egy ilyen emlék oklevelet adtak számra, de itt egy csomó oklevél van, nem szeretnék ezzel annyira. Túl sok mindent nem nagyon mutassunk be, ez nagyon-nagyon fontos. Itt folytatnám tulajdonképpen, mivel ugye Bobulával eljutottunk, egy olyan szép kis karrierutat mutattunk be Bobuláról, és eljutott a díszpolgárság. Most Palárikkal szeretnénk hasonló dolgot elérni, úgy, hogy egy ilyen virtuális, itt síremléket is avattunk, meg táblái vannak a Bobulának. Paláriknál meg nevezett virtuális emlékművet szeretnénk állítani, ugyanis három drámát írt itt a Teréz templomban, és tavaly merült fel itt egy ünnepi nagymisére került sor tavaly évvégén, és a pozsonyi József Halko püspök celebrálta, és hát több pappal és püspökkel voltak itt közösen, és akkor felmerült, hogy a terézvárosiak és a plébánia, maga Horváth Zoltán plébános úr is, azt mondja, szeretnének megismerkedni Ján Palárik drámáival. Három drámát írt, az Inkognitó, a Drotár, vagy a Drótos, és a harmadik pedig a kibékülés, vagy megbékülés. Ezeket most megpróbálják színpadra állítani? És bennem megmozdult valami, mondom, nézzünk csak utána, mert van egy színjátszókörük a templom mellett, működik egy színjátszókör, főiskolások, egyetemisták a tagjai. És akkor gyorsan utána néztünk, hogy hol találunk Palárik fordítást. Hát kiderült, hogy egy helyen
ezen csodálkozni fog ön is, meg ahogy én is csodálkoztam, Vörösberényben, ez Almádi felső Balaton, része. Balaton északi partja. Ott állítólag egy kántor, aki nagyon szerette a színház, és nagyon színjátszó köre volt, lefordította, de nyilvánvalóan egy kicsit lekerekítve, drótostó címen játszották. Na, erről csak egy borítót lehet találni. Utoljára ezt 1910-ben adták ott elő. Semmi mást nem tudtak nekem adni. Na, erre nekifogtam, azt mondom, megoldjuk. Az inkognitót gyorsan lefordítottuk, megkapták, nem tudom, hol tartanak vele, de ha már egyszer ezt megcsináltuk, akkor adjuk ki könyvformában. Na most ebben az évben nagyon kemény fába vágtuk a fejszénket, a három kötetet akarjuk kiadni, ugyanilyen ezzel a borítóval, ez egy két nyelven fog megjelenni, tehát ez már most, lehet, hogy már a héten meg is kapom a nyomdából. A másik, a drótos, az is készen van tulajdonképpen, csak pénzügyi okai vannak, hogy még nem tudom. Nagyon sok mindennek, nyomdába, főleg ami és a harmadik az pedig a jövő évre tervezett valami. Ennek az összkiadása, bekerülési összege, csak a nyomdai 2,5 millió forint. Na most... Ezt össze kell valahogy gyűjteni, vannak akik segítenek? Vállalkozók, vagy jómódú szlovák tagok? Nem is kéne. Vagy állami támogatás is van nyilván valamennyi? Pályázatok vannak, és erre pályáztam 500 ezeret az egyikre, 500 ezeret a másikra, aztán pályáztam 300 ezeret, a végén sehonnan semmit, maradtak önkormányzati pénzünk, és egyedül Simon Fimárc, alpolgármester asszonytól sikerült eddig egy 100 000-est behozni erre. És szóval egyiket már kiadjuk, mert azért megvan a pénz, az elsőre megvan a pénz. A másodikra az 50%. A másikat, a drótost kellene még megcsinálni, ugyanis ahogy tanulmányoztam, akkor jöttem rá, hogy ez egy borzasztó nagy jelentőségi dolog lenne a terézvárosiak számára, akik hozzájutnak ez a könyvhöz, mert ott ismerkedhetnétek meg azzal, hogy ezek az emberek, és ez egy hármas csapat, három főből álló, Palárik, Bobula és Pozdech. Pozdech volt a pénzes ember, a Liszt Ferenc és a Jókai téren, tehát ez azért van kiszélesítve, ez a Gyár utca volt valamikor, azért van kiszélesítve, ott voltak az üzemeik. És a drótosban a gyáros, a gyártulajdonos tulajdonképpen a Pozdech József. Tehát ez egy, és ő volt az apósa a Bobulának. És tulajdonképpen annak idején a 19. második felében a szlovák politikai vonalat ők vezették itt Pesten. Tehát nagyon fontos dolog, és én ezeket mind szeretném ebbe becsempészni, ezekbe a kötetekbe. Hát bízunk benne, hogy össze fog jönni az a pénz. Körülbelül egy percünk maradt még. Egy nagyon fontos kérdést kihagytunk, próbáljuk meg röviden megválaszolni. Tud-e úgy működni az önkormányzat, hogy odafigyel a tagokra, a szlovákokra, és tud-e bármilyen felmerülő problémában segíteni, tanácsot adni? Tehát ilyen formában működnek-e? Igen, ez az az érdekképviselet, amit nagyon erőltetek, önmagában már érdekképviselet, ha megalakul egy önkormányzat. Mi olyanban még nem nagyon tudunk segíteni, abban tudunk, ha az iskolát keresi, tehát vagy tanfolyamot, nyelvtanfolyamot, de szeretné a szlovák nyelvet, akkor ehhez megvan a lehetőségünk. A Fővárosi Szlovák Önkormányzattal közösen működtetünk egy nyelvtanfolyamot, oda tudjuk küldeni. A szlovák iskola felé irányítani, olyan érdeklődés merül fel, de más olyan jellegű, ezek nagyon személyes dolgok, hogy valaki jön, kapott egy szlovák valamilyen hagyatéki levelet, vagy valami, és jön segítségért, hogy ebben... Hát ez már sokat jelent, tehát ha ez így szélesedik, és vannak ilyen kis utcácskák, akkor
akkor az jó? Igen, igen, igen. Na most amiről megint nem beszéltünk, mert tulajdonképpen mert az elején elhangzott, hogy milyen szerkezetben működik a nemzetiségi önkormányzat, tulajdonképpen mi, a harmadik vonal, az pedig, hogy nyitottak vagyunk. Nyitottak vagyunk a 14 kerületben van nemzetiség, szlovák nemzetiség önkormányzat, ezekkel közösen szervezünk programokat, ezeket összefogja a fővárosi szlovák önkormányzat, például alapot adunk ki, uh-huh. és a fővárosi szlovák önkormányzatnak most volt egy nagy eseménye, amiben mi is részt vettünk, a Cyril és Metód évforduló volt az idén, van az idén, az 1150. évforduló, és ebből az alkalomból egy emlékművet állítottunk fel Zalaváron, ami tulajdonképpen Cyril és Metód történelmi park. Hát gondolom, ezt meg is lehet találni, azt is gondolom, hogy weboldalt is működtetnek, tehát lehet informálódni. Elfogyott az időnk, elnök úr, gondolom, hogy még legalább egy másfél órát tudnánk beszélgetni, talán legközelebb. Köszönöm. De azt is remélem, hogy nagyon-nagyon sok minden sikerült elmondania, amit szeretett volna. Hát majd kiderül a végén. Nagyon, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Műsorunkat folytatjuk, ha tehetik, maradjanak velünk.